Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretett testvérek, negyedik este a héten, amikor együtt lehetünk, amikor egységet keresünk, és amikor Jézus útját közös hittel és szeretettel igyekszünk járni. Ennek az estének a témája, a feltámadott Úr békessége átformál békét keresünk, hiszen békétlenség vesz körül a világban is oly sokszor, és ez a békétlenség jellemző az emberi szívre, az érzelmi és értelmi világunkra is. Ma kérjük az Urat, hogy aki egykoron apostolait feltámadása után békesség nektek köszöntéssel illette, köszönjön ma így nekünk lelke által. Szeretett testvérek, helyünket elfoglalva énekeljük a kezdő éneket, az ökumenikus énekeskönyv éneklapok 26-os énekét. A 26-os ének mindhárom versét énekeljük. Az evangélikus énekeskönyvnek ez egyébként a 229-es számú éneke. 26-os ének így kezdődik, Jövel Szentlélek Úristen! <laughs> Kedves testvérek, a Zsoltárok könyve 133. részében a testvéri együttélés, öröméről és békéjéről van szó. Így hallgassuk meg most a leckét, az olvasmányt a 133. Zsoltárból. Zarándokének Dávidtól. Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek. Olyan az, mint a drága olaja a fejen, amely lecsordul a szakára, lecsordul Áron szakállára, palástja szegélyére. Olyan ez, mint a harmata hermonon, mint a síonra lehulló harmatcsepp, mert az úrot áldást ad, életet mindörökre. Ez az Isten igéje. Könyörögjünk, imádkozzunk. Urunk Istenünk, megköszönjük, hogy egybe gyűjtöttél ezen az estén is bennünket. Bűnvallomással kezdjük imánkat, amikor fejünket meghajtva megvalljuk előtted, hogy mennyi sok békétlenséget hordozunk önmagunkban, és milyen sokszor nem vagyunk készek arra, hogy a te békédet máshol, embertestvéreink között megteremtsük. Urunk a békétlen világ pedig gyűlöletet szül, mi pedig szeretetre vágyunk. Szeretetre, mely építő köve és alapja lehet a világnak, és keresztény egységünknek, melyen idén is ezen a héten munkálkodunk. Bocsásd meg, hogy a békétlenség fiai voltunk sokszor, és Szent Fiadnak feltámadásakor átadott köszöntését nem vettük kellően komolyan. Addurunk, hogy ez a Szent Óra, melyet veled kinyilatkoztatott üzeneteddel, imával és testvéri együttléttel mi újra töltünk, legyen számunkra béke forrása. Nagy szükség van arra, hogy fiaid, választott gyermekeid, a béke útját járva másokat is e békére vezessenek. Addurunk, hogy szívünk és lelkünk most a csönd áldásában megnyíljon hogy szavad befogadására készé legyen, és hogy öröm üzenetedet békével és reménnyel tudjuk vinni otthonainkba, egyházi közösségeinkbe, családjainkba, munkahelyekre, utcákra és terekre, hogy ez a békétlen világ megértse feltámadott fiad üzenetét és akaratát, és benned általad mindannyian békére lejjünk. Ki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten hozzánk szóló üzenetét. Szent Pál apostolnak az Efezusi közösséghez írott leveléből a második fejezet 14-től 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ő, ami békességünk, a kettőt egyé forrasztotta, és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében, a törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel érvénytelenítette. Mint békeszerző, a két népet magában egyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel kereszthalála által, amelyel az ellenségeskedést megölte. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távollévőknek lévőknek, és békét a közellévőknek. Az ő révén van mindkettőnknek szabad utunk az egy lélekben az atyához. Ezért már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgáltársai és Isten családjának tagjai. Apostolokra és profétákra alapozott épület vagytok, a szegletkő maga Jézus Krisztus. Ez az Isten igéje. Szeretett testvéreim, valljuk meg közös hitünket a niceai hitvallás szavainak imádkozásával. Hiszek az egyistenben, a mindenható atyában, aki teremtője mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak hiszek az egy Úr Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született minden idő előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, nem teremtetett, egy lényegű az atyával, és általa lett minden. Aki értünk emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből, testet öltött a Szentlélektől Szűz Máriában, és embervé lett. Értünk keresztre is feszítetett poncius Pilátus alatt, kinhalált szenvedett és eltemettetett. Harmadnapon feltámadt az írások szerint, és felment a mennybe az Atya jobbján ül, és ismét eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralkodásának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, az Úrban és Megelevenítőben, aki az Atyától és a Fiútól jön, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, aki proféták által szólt. Hiszem az egy szent egyetemes és apostoli egyházat, vallom az egykerességet a bűnök bocsánatára, várom a halottak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Szeretett testvéreim, helyünket elfoglalva, énekeljük a hét főénekét a harmadik ének az ökumenikus lapon énekfüzetben, mind három, mind, bocsánat, mind a négy versét énekeljük, evangélikus énekeskönyv 4-127-es éneke, az Isten bárányára letészem bűnömén. Az evangéliumi történetet hoztam most elétek. Ezt az ige szakaszt szeretném magyarázni Isten szent lelke segítségével. Ez a mai evangéliumi történetünk János evangéliumában van megírva, a 20. fejezetben, a 11. verstől a 19. versig, melyet fennállva hallgassunk meg. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt. Az egyik fejtől, a másik meg láptól. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult. És látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá Héberül, Rabuni, ami azt jelenti, Mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, láttam az urat, és hogy ezeket mondta neki. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, talán a fiatalabbak közül többen látták Szandra Bulog főszereplésével a Beépített Szépség című filmet. Ebben a filmben már paródiába illő módon a szépség királynő jelöltek csillogtatták nem csak a külsejük szépségét, hanem a, talán a e, eszüknek az értékét is, és hozzá tartozott a nyeréshez az, hogy elmondják, hogy mit tartanak értéknek a világba. És így mindegyik, szinte mindegyik a végére oda tette, hogy a világ békét. De mi a világ béke? Létezik olyan, lehetséges a Földön, volt egyáltalán olyan időszak bármikor is, amikor nem volt sehol a világon háborúság. Jézus Krisztus az ő földre jöttével nem akart nagy világ békét teremteni, nem akart globálisan megváltoztatni mindent, hanem személyes békességet, lelki nyugalmat kínált, és megbékéltette Istent az emberrel az ő helyettes áldozatával. A lehetőségét adta meg a békességnek, annak, hogy a te szívedbe is békesség lehessen. Melyikünk ne vágyna békés életre, lelki nyugalomra, kiegyensúlyozottságra. A felolvasott textusban, bibliai igehelyben azt olvastuk, hogy húsvét után a feltámadott Jézus jött el először a síró Máriához, utána pedig a rettegő, félő tanítványokhoz akiknek azt mondta, hogy békesség nektek. Gyakori köszönésforma volt ez akkor. Ahogy Jézus mondta, mégis valahogy másképp hangzott. Megtöltötte tartalommal. Mintha esetleg azt mondanánk a jó napot helyett, hogy legyen jó a napod. Tartalommal töltjük meg. A keleti világban a békesség, a sálom szó, Egyébként is sokkal többet jelent, mint nálunk a lelki megnyugvást jelentő kifejezést. Jelenti a jólétet, az egészséget, a boldogulást, a nyugalmat, egyfajta külső és belső rendet, és mindent magába foglaló üdvösséget. Ezt a békességet kínálja a tanítványainak. A békesség bennem és másokkal Istenhez fűződő viszonyomtól függ. Ha jó, szoros kapcsolatban vagyok Istennel, akkor könnyebb rendezett, jó kapcsolatban élni a körülöttem élőkkel. És ez fordítva is igaz. Ha sorozatban konfliktusaim vannak, haragban állok a szomszéddal, a rokonnal, akkor bizony még elég sok rendezném valom van az Úristen felé. Jézus Krisztus által rendeződhet bennünk is az életünk. Rendeződhetnek a kapcsolataink önmagunkkal, egymással és az Istennel is. A feltámadott Úr Jézus köszönt így a tanítványoknak, hogy békesség nektek. Rögtön elsőként... A feltámadása után egy asszonyt, Magdalai Máriát szólít meg, utána pedig a tanítványok bezárt ajtajú szobájába lép, és ott kínálja a békességét. Mi nézzük meg most akkor, hogy mit nyújtott nekik Jézus békessége. Magdalai Mária a sírók képviselője. Valószínűleg Péterrel és Jánossal futott oda a sírhoz, akik aztán tovább mentek, visszamentek, de ő ott maradt. Minden idegszála a sírhoz kötötte. Miért sírt? Így mondta, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Elvesztette minden reményét. Teljesen kétségbe esett, és csak az emlékei maradtak. Összehasonlította a régit, amikor még vele volt a mester, és a mostanit, a bánatosat, az elkeseredettet, a Jézus nélkülét. Nem csak reményét veszítette el, hanem egy kicsit a hitét is. Nincs a sírban Jézus. Ez annak a jele, hogy elvitték. És valószínű az írások szerint eszébe sem jutott abban a nehéz helyzetében az, hogy beteljesedett amit Jézus mondott és feltámadt. Sírt, mert fájt neki, hogy nincs vele Jézus. Fájt, mert úgy érezte, hogy nem teljesedett be az, amit Jézus az Ő feltámadásáról nekik megígért és mondott. Fájdalmában és szomorúságában sírt. Nem tudott más tenni. Mi is sírunk Hogyha elviszik, elveszik azt, ami a milyenk volt. Azt, amihez annyira ragaszkodtunk. Sírunk, hogyha az egészségünket veszítjük el, hogyha meghal egy-egy szerettünk, ha kitesznek az állásunkból. És nem csak sírunk, hanem bezárkózunk. Bezárjuk magunk mögött az ajtót. Nehogy még valamit elveszítsünk. De ezzel kizárjuk azt, aki nekünk adhatna. Mária is bezárkózott, és a könyv falán keresztül nem ismerte fel Jézust. Velem is hányszor esett már meg az, hogy amikor nagyon elkeseredtem, nem vettem észre, hogy ott van előttem a megoldás is. Mária is csak. Máriának is csak akkor nyílt meg a látása, amikor Jézus a nevén szólította. Mária. És ő nem csak Máriát ismerte, hanem ismer téged is. Ismer engem is. És a nevünkön szólít. Bánkóc vagy, szomorú vagy, nehéz az életed, vagy sok terhet kell cipelned, vagy elvesztettél valamit? Jézus Krisztus az ő békességét kínálja, és a neveden szólít. Azt mondja, hogy ne félj, mert itt vagyok veled, és nem árthat semmi neked. Magdalai Mária után a tanítványokat erősítette meg Jézus. Még aznap. A feltámadás napján. Jézus ott adja a legnagyobb vigasztalást, ahol a legnagyobb szükség van rá, ahol a legnagyobb a bánat, a szomorúság, a félelem, a kételkedés, és minden, ami akkor ott a tanítványok, és azóta a mai tanítványok, a mi szívünkben is ott van. A tanítványok féltek. Miért féltek? Jézus kereszt halála után megijedtek, hogy ők is majd a kereszten végzik. Szétszóródtak és elrejtőztek. Úgy gondolták, hogy ha meglátják, megtalálják őket, hasonlóképpen végzik, mint ahogy Jézus végezte. Akkor pedig mi lesz az evangéliummal? Mi lesz Isten igéjével? De még inkább azt hiszem, mi lesz velük? Mi lesz az ő sorsuk? Féltették a saját életüket. A tanítványok is bezárkóztak. Elzárkóztak a világtól, és várták a harmadik napot Jézus halála után. Mennyi minden volt ott? Ott volt a bánat, hogy elvesztették az urat. Ott volt a fájdalom, hogy ezután egyedül kell járniuk az utat, nincs mellettük Jézus. Ott volt a gyász, mert úgy érezték, hogy ennek a fájdalomnak sohasem lesz vége. Ott volt talán a panaszkodás is, hogy nem ezt ígérted nekünk, urunk. Itt maradtunk egyedül. A szobába belépett a félelem, és becsukta az ajtót. Nem is gondoltak arra, hogy amikor becsukták az ajtót, akkor magát Jézust zárták ki. Úgy gondolták, hogy a saját érdekükbe zárják be az ajtót, és teszik ezt épp azért, hogy ne jöjjön be a bánat, a veszély, a félelem. És bezárták az ajtót. És ezért nem tudott bemenni az öröm sem. Mi is hányszor vagyunk így. Sokszor a mi szívünk is olyan, mint ez a régi szoba, ahol összegyűltek a tanítványok. Belép a szobába, a mi szívünkbe is a félelem, és mi becsukjuk mögötte az ajtót, és nem engedjük be az örömöt, a vigasztalást, Jézus Krisztust. Az élő hit... Azt állítja, hogy lehet nem félni is. De mi mégis sokszor félünk. Pedig hányszor elénk jön az Isten? A Bibliában is köztudott, hogy 365-ször benne van az, hogy ne félj. És mi mégis sokszor félünk. Jézus ezekhez a tanítványokhoz jött, akik féltek, és akik félelmükbe bezárták az ajtót azért jött, hogy elvegye a félelmüket, és békességet adjon. Nagy Sándor mondta egyszer állítólag, hogy ő azért tud nyugodtan aludni, mert az ő barátja, Pármenió, őrködik mellette, vigyáz az álmában, hogy ne történjen vele semmi baj. Mennyivel nagyobb biztonságot jelenthet számunkra, hogy az Isten őrködik felettünk és vigyáz ránk. A tanítványoknak félelmükben, rettegésükben arra volt szükségük, hogy Jézus a középre álljon, és azt mondja nekik, hogy békesség nektek. A középre állt. Mindenkihez egyforma közel és egyforma távol. Mindenkihez szólt, aki ott volt. Aki pedig nem Tamás, ahhoz meg később külön eljött. Az összes tanítványnak szüksége volt bíztatásra, bátorításra, az ő békességére. Mit jelent a békesség? Az, hogy nem kell aggodalmaskodnunk, hanem elhinnünk és bíznunk abban, hogy az Isten akarata a jó érvényesül és teljesedik majd be. Amikor a békességre gondolok, akkor arra gondolok, hogy számomra ez azt jelenti, hogy mindig az a biztos pont, Isten mellett igyekszem maradni. És akkor nem roskadok össze a felvételi vizsgák, vagy a kolokviumok terhe alatt. Nem csúszok el magányomban. Nem adom fel az álmaimat a jövőre nézve. Nem veszek össze csípcsúbb dolgokon. A békesség nekem azt jelenti, hogy bár legyenek viharok körülöttem, én biztonságban tudhatom magam Isten óvó tenyerében. Két példa jutott eszembe, az egyik egy bibliai történet, illetve egy bibliai személy, Pálapostól. És neki is az az üzenete, amit a Filippi gyülekezethez írt, amikor ő börtönben volt, hogy nagy ajándéknak tekinti, hogy itt a testőrökkel előtt élheti meg az ő kereszténységét, az ő hitét. És azt tudja üzenni nekik, hogy ők is örüljenek, mindenkor örüljenek, és soha ne adják fel. És eszembe jutott egy mai történet is. Egyházunkban egy missziói munkatársunknak Házas párnak hosszú ideig nem lehetett gyermeke, és amikor mégis megfogant egy kis élet, a születés után rögtön meghalt. És ez a házas pár annyira hitelesen tudta, elnézést, annyira hitelesen tudták megélni azt. Hogy mit jelent számukra a békesség? Hogy elfogadni azt, hogy az Isten adta, és ő veszi el. Ez jelenti számomra a békességet. Isten tenyerében élni, elfogadni az ő döntését, mert az a legjobb számunkra. Jézus Krisztus nem világbékét kínál de az egész világnak kínálja az ő békéjét. Hogy mi magunk is személyesen tudjunk élni vele, erősödni általa, hinni benne, és aztán ebben a békességben megmaradni az örök életben. Keresd te is őt. Keresd az ő békességét, az ő jelenlétét, azt a biztos pontot, amiben te is megmaradhatsz. Amen. helyünkön maradva csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy szólottál hozzánk. Feltámadott úrként te eltapostad a halált és a bűnt. Legnagyobb ellenségünket, békétlenségünk legnagyobb forrását megszüntetted. Ad, hogy tudjunk örülni, szívünkben, lelkünkben, hitünk szemével téged mindig meglátni, mert te közeledsz, mert te jössz szent lelked ajándéka, igéd éltető üzenete által. Ad, hogy tanítványaitként lelki ajándékokat nyerjünk tőled, szüntes bennünk a béketlenséget, a betegséget, a haragot és a megbocsátani nem tudást. Állíts minket egyen egyenként szolgálatodba. Gyógyíts, adj békét, gyógyulást, megbocsátást, hogy tudjuk vinni mi is az egész világnak. Urunk, békesség Istene, szerető és kegyelmes Urunk, taníts bennünket a békességedben való részesedés örömére is. Tölts el bennünket szent lelkeddel, hogy az ellenségeskedés falait lerombolhassuk, mert ezek elválasztanak egymástól. A mi békességünk, a feltámadott Krisztus segítsen, hogy minden megosztottságot legyőzzünk, és egyesítsen bennünket Isten egy családjának tagjaiként. Urunk Krisztus nevében kérjük ezt, akié az Atyával és a Szentlélekkel együtt minden tisztelet és dicsőség és a Föld teljessége, mindörökkön örökké. Amen ebben a templomban. Most a következő pár perc szent csöndjét meg lehet törni, szakítani. No, nem a békétlenség kedvéért, hanem azért, mert imádkozó közösség vagyunk, nem csak Isten szavának hallgatói, úgyhogy akit szíve, lelke, hite erre indít, nem csak a következő csöndes percben, hanem hangosan is elmondhatja az Úrhoz való imádságát. üdvözítőn parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsást meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretet jó testvérek, minden este igyekszünk a prédikátorhoz, az ige igazítani azokat az ének, esetleg zenei szolgálatokat, amelyekkel kedveskedni szeretnénk az itt egybegyülteknek. Ezen a mai estén a nagydorogi református egyházközség sztárai női kórusát hallgassuk szeretettel. Köszönjük ezen az estén is az ige hirdetés és az énekkar szolgálatát. Kedves testvéreink, hirdetem, hogy ökumenikus imahetünk minden napján hangfelvétel készül az alkalmakról, azért, hogy azokhoz is eljuthasson Isten üzenete, akik betegség vagy egyéb akadály miatt nem tudnak eljönni. Hallottuk is ma, nem csak a közellévőknek, hanem a távol lévőknek is kínál Isten békét. Ezeket a hangfelvételeket a Nagydorogi Református egyházközség honlapján tároljuk, mely a www.nagydorog.hu oldalról, Nagydorog község honlapjáról közvetlenül elérhető. Kérjük a kedves testvéreket, hogy akiknek a közvetlen környezetében, családjában, rokoni vagy baráti körében olyan idős beteg ember él, aki szeretett volna eljönni az imahétre, de nem tudott, azoknak juttassák el a felvételt hogy ezáltal ők is épülhessenek a hitben. Hirdetjük ezen az estén is az offertóriumot, azaz az adakozás szándékát és célját. Ebben az évben minden este az Evangélikus Egyház missziós központjának munkásságát, szolgálatát, apostoli szolgálatát, apostolkodását, kifejezetten a sajtó apostolságot támogathatjuk, ismerjük az írás szavát, mi Urunk Jézus is gazdag létére értünk szegényé hogy mi az ő szegénysége árán meggazdagodhassunk ebben a szellemiségben kérjük, és köszönjük is meg mindenkinek az adományait, Isten jósága százszorosan fizesse vissza. Hirdetem, hogy a holnapi este folyamán az ökumenikus istentisztelet liturgiát Bocskorás Bertala nagydorogi református lelkipásztor vezeti, a prédikáció szolgálatát pedig Kovács Zoltán szexárdi metodista lelkipásztor vállalta. Áldás után majd a záró énekünk lesz már csak hátra, most álljunk föl és fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, Orgona kíséret nélkül énekeljük az utolsó éneket, hiszen gyönyörű népi gyűjtés, csángó népi dallam. A lapról és az ima füzetről a legelső éneket keressük ki, egyes számú. A fényes nap immár elnyugodott, mind a négy versszakát énekeljük, akinél evangélikus énekeskönyv van, a 129. számon találja meg, az ökumenikus imafüzetben pedig a lapon az egyes ének, mind a négy verse. A fényes nap immár elnyugodott, Chcę, aby Jezus Chrystus.